Jó estét kívánok! November 6-án indult útjára a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlás verseny, tehát több mint három hete tengeren, óceánon vannak a résztvevők, 29 hajó rajtolt el, ebből már négyen kiestek, de szerencsére Fanándor továbbra is ott van a mezőnyben, jelenleg a 16. helyen áll, egy komolyabb boly közepén. Ennyit a legfontosabb tudnivalók, illetve még annyit, hogy túl van már az egyenlítőn, és halad a jó reménység foka felé, de minden egyéb tudnivalót az uraktól, akik itt vannak velem a stúdióban, fogunk megtudni. Tőlem legtávolabb Keller András, középen Varga Lajos, és hozzám legközelebb pedig Perényi Péter. Szervusztok, jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek. Jó estét kívánok a nézőknek. Én úgy tudom, hogy Péter, te vagy, aki a legtöbbet kommunikálsz Nándival. Igen. Mik a legfontosabb tudnivalók? Hogy van most Nándi? Hogy érzi magát? Minden rendben van-e a hajó? Vagy lehetett olvasni, hogy generátorral volt egy kisebb probléma, de magától megoldódott? Vagy? Igen, a Nánditól, meg tőlem. Tehát még nem napi, de kapcsolatban vagyunk 2-3 naponta biztos, hogy levelezünk egymással. Voltak apró problémák, ezek még apró problémának számítanak, ezek olyan gondok, amit ott néhány mozdulattal meg tud oldani. Az én javaslataim alapján ezek hosszú levelezések, mert én megkérdezem tőle, hogy mit lát, ő visszaírja, én válaszolok valamit, ő is válaszol rá, hogy jó lett, vagy nem. Tehát ezek levélváltásokkal dolgozunk. És akkor belefér, hogy jól vagyok, nem vagyok jól? Persze, jól közben. Van most, tehát úgy néz ki egy levél, hogy van egy műszaki része, és akkor írok hozzá egy kicsi személyeset, és akkor ő ugyanígy válaszol. Ugye itt az urak nagyon sok mindenben részt vettek. Ugye András a kötelezésért volt felelős, beszélünk majd erről is, ugye Péter hajómechanika, elektronika, Lajos meg, hogy nekem mondta, logisztika és minden, ami éppen, olyan sok mindent már meséltél itt az adás részben. Egy nagyon-nagyon hosszú útnak tulajdonképpen a vége, de nagyon-nagyon sok minden van még a Nándi előtt. Mekkora munka volt ezt a hajót, meg ezt a projektet összerakni? Így, hogy most Nándi ott van és hajózik a jó reménység foka felé. Próbálok valamennyire én válaszolni erre a kérdésre. Tehát 11 óta folyik az álomnak a megvalósítása. Tehát a Nándi akkor kapott egy komoly biztatást arra, hogy újra belevágjon, és benne is érlelődött már ez a gondolata, hogy ezt elmondta többször, hogy egyszer még neki ott dolga van, és ott kell lennie. És hát elindult egy nagyon komoly tervező munka. És hát a Nándi az egyetlen, azt azért el kell mondani, aki tervezi a hajót, hatalmas mennyiségű munkaórát belerakva, itt több tízezer óráról beszélünk, tehát 50 000 órányi munkaóra van a hajóban, ami elkészült, és utána meg is vitorlázza. Tehát ilyen vitorláza azért nincsen ott a mezőnyben, mert a többieknél azért hatalmas tábok működnek, francia iparral kell versenyezni, a francia tervező mérnökirodákkal, és hát majdnem feneketlen zsebekkel. Úgyhogy hát ez egy különleges teljesítmény egyáltalán oda jutni. És hát a hajó ez alatt az 5 év alatt többször átépült, tapasztalatok alapján változott, és ennek a végeredménye az, hogy láthatóan azért a középmezőnyben, és ott megcsipkedve, nála sokkal gyorsabb hajókat, azok előtt haladva, ott van az éles verseny kellős közepén. Hát gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor valamennyi résztvevő országának van tengerpartja, legalább valami minimális. Nekünk itt van a Balaton, imádjuk, szeretjük, de hát azért az nem ugyanaz. Mi a legfontosabb, amikor egy ilyen hajó épül? Mire kell a legjobban odafigyelni? Vagy minden ugyanolyan fontos? Vagy hol lehet esetleg, ahogy említetted, hogy azért itt feneketlen zsebekkel kellett harcolni, hogy mi az, amiben lehet egy picit talán megfogni a költségeken, vagy nem érdemes? Hogy néz ez ki? Hát amikor elkezd épülni egy ilyen hajó, körülbelül egy 500 oldalas szabálykönyvnek kell megfeleljen, tehát annyira szabad az ember, hogy mennyi pénze van, de szabályoknak meg kell felelni, és sorról sorra, mondatról mondatra annak meg kell felelni a hajónak, mert azt meg is mérik lézerrel, különböző mérési eszközökkel, szigorúan, tehát centik sem lehetnek, a lámpáknak olyan helyen kell lenni, tehát minden meg van szabva, és azért ezt nagyon meg kell tervezni, hogy minden jó legyen. És gondolom, a kötél az szintén nem elhanyagolható. Mindent előre kell megtervezni.
kötő, ez egy gyakorlatilag az álló és a mozgó részre oszlik a hajóban. Ezek tartják gyakorlatilag az airbocot, ezekkel mozgatnak, állítanak vitorlát, de gyakorlatilag vitorla nélkül nincs sebesség, kötél nélkül nincs vitorla beállítás, tőkesúly nélkül nincs stabilitás, tehát összefügg az egész, egy nagyon komplett rendszer. Mindenki a saját területén megpróbált súlycspórolni, ha lehet egyszerűsíteni, hogy megbízható legyen, és hát a lehető legstabilabb technikát használni, ami hozzáférhető volt anyagilag. Itt van előttünk jó néhány fajta féle kötél, ezekből mind van Nándi hajója? Ezek hasonlóak, mint a Nándi, gyakorlatilag azért hoztam, hogy lehessen látni, hogy például kötélen próbálunk millimétereket spórolni, grammokat, kilókat, tehát ugyanígy vannak levékonyítva a Nándinál a felhúzók, ugye nagyobb átmérőkkel dolgozunk abban a hajón, ez balatoni méretű rendszer. Nándi hajójából például itt van egy fül, ez egy 10 tonnás rendszer, ahhoz képest ugye a töredéke, de lehet látni a kötélen gyakorlatilag, hogy van egy húzatolt része, ami gyakorlatilag súlyban, átmérőben, teherviselésében ugye megfogásra kerül, viszont ami a levegőben megy, vagy az árboc valami nyomatékot ébreszt, egy levékonyított rendszer van, amivel húz föl a vitorlát, és az árboc tetején például be tudja zárni, és onnantól kezdve tehermentesül, tehát ilyen 5-6 mm-es kötelekkel húz fel olyan vitorlákat, amin tonnák vannak gyakorlatilag terhelésben. Mennyi kötél van Nándi hajóján, és mondjuk egy méter mennyivel kerül, és akkor így nagyjából akkor be tudjuk fenni, hogy ha csak a kötelezés ennyivel kerül, akkor mennyibe kerül egyáltalán ilyen hajó elkészítése, megépítése? Ez nehéz kérdés, mert folyamatosan változott a hajó, valami egyszerűsödött, valami bonyolultabbá vált. Hosszú méterek vannak, gyakorlatilag vitorlakezelő kötelekben, felhúzó kötelekben, de biztos, hogy 2,5 kilométer fölött vagyunk a hajóban. És ugye ez folyamatosan fogyó eszköz, tehát a csörlőkön gyakorlatilag elfogynak a kötelek, zordabb időjárási körülmények közt elfogynak, cseréintervalluma van, az só megeszi, az UV megeszi, tehát gyakorlatilag az első szortiment az már nem létezik, tehát most már a második, harmadik javított garnitúra van a hajón. És akkor egy méter az nagyjából mennyibe kerül, amit be akarnék venni boltba? Hát nagyon nagy a szórása, ez tényleg ilyen gyakorlatilag forintra fordítjuk, ilyen 1000 forinttól akár 10 000 forintig is elmehet. Ami igazából ennek a specialitása, hogy olyan anyagokat használunk, mindenből golyóálló mellényt készítenek, gyakorlatilag nem szív föl vizet, nagyon nagy a nyúlással szembeni ellenállása. Van, amelyik például nagyon jól bírja a súrlódást, szabályosan el tud égni kötél például egy csörlőn, úgyhogy mindenhol speciális kötélzet kell. Ugye idén tavasszal át kellett építeni utoljára a hajót. Mivel kellett foglalkozni, mi volt a legakuttabb probléma, amihez hozzá kellett nyúlni? Szintén visszatérek a szabálykönyvre, nem megyek bele részletekbe, de a kormány szerkezettel volt egy 1 centis, de lehet, hogy 2 centis differencia, amiért át kellett építeni. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz maradt benne, csak beljebb került 2 centivel a kormány szerkezet. Tehát így a hajó testbe még 2 centibe sűjesztve, meg a ballasztrendszere még, ami a vízballasztrendszere került átépítésre, ami szintén szabály szerint kell, hogy megfeleljen literre, hány liter vizet engedhet bele. Ezek a nyomatékok miatt fontosak. Nagyon egyszerűnek tűnik így elmondva, de gondolom ez nagyon komoly munka volt. Nagyon komoly, igen. Tehát igen. Gondolom időben is, meg precizitásban is akkor, ahogy mondtad, hogy lézerrel mérnek mindent. Így van, literrel a litert, átfolyásmérővel a litereket. Tehát nem elég megcsinálni, azt úgy kell megcsinálni, hogy az meg is feleljen. Beszéljünk akkor most már tényleg az indulásról, az urak mind a hárman kim voltatok ugye a rajtnál, Nándinál. Milyenek voltak az utolsó pillanatok, az utolsó egy-két nap, az utolsó órák? Mennyire volt feszült Nándi, mennyire volt nyugodt, mi árt ilyenkor, mi árt ilyenkor az ő fejében, hiszen egy hatalmas utazásra indult, egyedül ráadásul. Hát én azt láttam, amikor megérkeztünk, hogy a Nándi nagyon intakt, tehát hogy jó állapotban van, és jó fejben, jó kondícióban van fizikailag is, és a gondolkodásmódja, és az utolsó napokban, amikor beszélgettünk a céljairól, akkor egyértelműen meg tudta fogalmazni, hogy hol jár a hajó, és hol jár ő a felkészülésében. Minimális feladatok maradtak az utolsó időszakra, éppen csak kipakoltunk, vagy bepakoltunk néhány dolgot, kisebb, apróbb kis javítások, amik már csak ilyen szépészeti dolgoknak mondhatóak. És hát egy nagyon furcsa váltás, amit mindig megfogalmaz, hogy itt van több ezer ember körülveszi, és nem tudja ugye elfordítani a fejét, hogy ne készüljön róla 3 fénykép, mert hát hiszen ott azért Szablesz-Dolonyban azért ők hősöknek számítanak. Tehát ott, amikor a búcsú estén kijöttünk egy kávézóból, akkor megállt az élet, akkor felálltak az emberek, és tapsoltak, és búcsúdalt énekelt a zenekar, játszott, és
hát egy fantasztikus élmény volt látni, hogy micsoda tisztelet veszik körül a hajósokat, és hát ebből a fantasztikus nyüzsgésből egyszer csak ott találja magát a víz közepén egyedül, és hát ez az egész átállás, ez egy váltás, amit minden hajós úgy fogalmaz, hogy majd egy hétig tart, mire átáll arra, hogy akkor most ott maradt ő, a víz és a hajó. És hogy lehet erre átállni? Jól tudom, mindannyian rutinos vitorlázók vagytok. Hogy lehet erre fejben átállni? Ebben élni kell, és akkor érti meg az ember. Ez nem lehet elmagyarázni. Mint a hegymászó, amikor ő se biztos, hogy el tudja magyarázni, hogy miért mászta meg. Tehát ez ott átáll az ember arra az életritmusra, amit az diktál, és onnantól kezdve csak az van. Nincs idő. Az idő az, amikor feljön a nap, meg lemegy, meg enni kell, mert éhes vagyok, de csak akkor eszek, amikor jut rá idő, akkor iszok, ha jut rá idő. És mik voltak az utolsó feladatok a hajó körül? Mindent ellenőrizni, vagy volt még tényleg? Tehát menj, ugye mondtad, hogy Nándi beszélt arról, hogy ő milyen fázisban, a hajó milyen fázisban van, tehát milyen fázisban, milyen felkészültségi fázisban érkezett meg a hajó a verseny rajtjára? A hajót a szerencsére volt időnk tavasszal is, és most nyár végén is tökéletesen felkészíteni. Igazából az utolsó napokban már tartalékokat gyártottunk, tehát mi is például kötélből, ha véletlen valami szakad, fogy, kopik menet közben, azt cserélgetjük. Ezeket a tartalékokat csináltuk meg, volt egy csörlőkar, amiben a golyók széthullottak, gyakorlatilag azt cseréltük ki, úgyhogy ilyen apró finom javítások. Közben jöttek ellenőrizni gyakorlatilag a mentőfelszereléseket, rádiókat, gyakorlatilag pecsételgették le a csomagokat, mindent, és onnantól kezdve a hajóból pakoltunk ki, úgyhogy leginkább ment befelé az élelmiszer, meg a ruházat, és jött kifelé minden, ami fölösleg. És akkor úgy kell képzelni a hajó körüli létet, mint egy nyüzsgő hangyabolyban? Tehát mindenki csinálja a saját dolgát, és mindenkinek megvan a saját feladata, hogy akkor mit kell ellenőrizni, mit kell kihozni. Igen, nagyjából igen. Hát volt ugye több része a csapatnak, volt, aki ugye a hivatalos kötelező formaságokkal foglalkozott, volt, aki ugye vagy a befelé irányba pakolt, vagy ugye kifelé, vagy közösen, és irgalmatlan néző vagy média közönség között kellett például ládákkal elevickélni a konténerig, és onnan visszahozni. És már tudom nagyjából a választ a kérdésre, amennyire én itt az elmúlt években megismertem Nándit, de ilyenkor hogy kell elképzelni, hogy és akkor nem is feltétlenül Nándira, mert tudom, hogy ő az utolsó pillanatig ott van a hajó körül, és ő is kiveszi a részét, és kontrollálja az egészet, de ilyenkor a rajtnál a legtöbb vitorlázó leül valahol, és nézi, hogy mi történik a hajó körül, vagy ott sincs, gondolom, hogy Nándi ott volt végig. Persze. Nándi végig ott volt. De a többi vitorlázó csak akkor jelent meg, amikor a média megjelenéseik voltak, tehát ők igazából nem nyúltak már a hajójukhoz. Tehát ez az, amit mondtunk különbségképpen, hogy a Nándi, mint hajótervező, építő az utolsó pillanatig is úgy viselkedett, mint hogyha nem ő vitorlázna hajóval, hanem ő valakinek felkészíteni, de hát közben magának is készíti föl nyilvánvaló, hát vagy magának kizárólag. És hát azt el lehet mondani, hogy Amit mondtam az előbb is, hogy látszott, hogy odaért az úton, ahova szeretett volna. Tehát nem volt olyan érzés, hogy akkor most itt befejezetlenül maradt valami. Itt komoly filozófia különbségek voltak a hajók között, kifele dőlős állós vertek, befele dőlős vertek. A Nándi, amit meg akart valósítani, és amivel el akart indulni, az kész volt az indulásra. És lehetett látni, amikor mentünk kifelé, és fölkerültek a vitorlák, és átvette a hajót így a saját kezébe, hogy akkor tulajdonképpen alig várja, hogy elindulhasson. Elindulhasson egyedül. Tényleg azért ez annyira nehéz egy átlag embernek fölfogni, hogy elindul elképesztő körülmények között, óriási munka, folyamatos kontroll, fejben is ott kell lenni, és majd nagyjából 100 nap múlva lát esetleg újra embert. Vagy valamelyik blogbejegyzésében írta is Nándi, hogy a bárányfelhő volt napok óta az egyetlen élőlény típus, amivel ő találkozott. Beszéljünk is egy picit erről az elmúlt 3 hétről. Mi volt ebben a legnehezebb Nándinak, akár mentálisan, akár fizikálisan, akár mondjuk technikailag? Talán egy vitorlázó társat kéne. Szerintem a kis szél, az idegölő. Tehát az őrli az embert, amikor nem halad. Ez van most egy pár napja. Ez van most, sajnos, ugye át kell az egyenlítő környékén, van úgynevezett doldrum zóna. Ez egy ilyen képlékeny, egy ilyen amőbához hasonlító, folyamatosan változik az alakja, és ott nincs szél, egy pici.
alig lehet átmenni rajta, és az Elboy, gyakorlatilag akik elmentek, azok át tudtak suhanni egy ilyen összeszűkült részén, és ugye a többieknek egy kicsit kijebb tágult ez a szélcsendes rész, amin átküzdötték magunkat, és van még egy, ez a Szent Helena nevű magas nyomású rész, ahol most jelenleg vannak, abból is próbálnak délre kimenni minél előbb ebből a magas nyomású zónából, és lejjebb már leszél, de ebből ki kell szakadni. Oda el kell jutni. Mert most akkor jól olvastam, hogy ugye most akkor délnek fordult picit Nándi, ami egy picit az útvonaltól, a tervezett útvonaltól eltér. Igen. És ugye egy bolyban van benne, ahol most mindenki utána fordult már, vagy van, aki még próbálkozik nyugat felé? Ezek taktikai dolog. Ő neki időjárást tud nézni előre, 7-10 napra, és azt szerint gép is segít benne, de ő is eldönti azt, hogy mi lesz az iránya. Most ő éppen délnek fordult, ő ezt döntött el, meg a gép ezt ajánlja, utána az ember felülbírálhatja, és ő most ezt választotta, szerintem jól. Én bízom benne, hogy ez nagyon jó döntés volt. Hát egy nehéz pillanat ez egyébként, mert ugye ezt a Szent Helena High, vagy Szent Helena a magas nyomású rendszert úgy nézett ki, hogy teljesen kiterjed, és a Nándia szélén indult lefelé délnek, és ugye minél déljebbre jut, annál kisebb körön halad, ugye a föld alakjából adódóan is, meg ott több is a szél. És hát az a kérdés, hogy mi lesz a többiekkel, úgy nézett ki, hogy beleragadnak a tőle keletre levők ebbe a magas nyomású ciklonba, de most nyílt ezen egy ilyen pici kis folyosó, úgyhogy az a jó ötlet, ami a lefele indulást hozta, és az, amivel előre is tett szert, az most egy kicsit így elenyészett ugye az elmúlt napon, mert hiszen a követők, vagy akikkel szoros versenyben van, azok kaptak egy pici folyosón egy picivel több szelet, úgyhogy nagyon közel vannak egymáshoz. Éppen néztem, amikor jöttünk ide, hát van olyan 6 vitorlázó, aki 40 mérföldön belül van, ami hát egy Balaton azt mondanánk, hogy látótávolságra, vagy hát még annál jóval közelebb, mondjuk inkább támadástávolságra vannak egymástól. Hiszen itt azért mondjuk magas nyomású és alacsony nyomású rendszerek között lavírozva keresik azt az optimális csíkot, amin a hajók a legnagyobb teljesítményt nyújtják. Tehát ők folyamatosan az alacsony nyomás peremén akarnak az alacsony nyomású ciklonok szelével vágtatni, úgyhogy látszólag hosszú utakat tesznek meg, de ennek pontosan megvan az oka, hogy mindig optimális szögön érje a szél a hajót, és hogy minél gyorsabban tudjanak haladni. Az, hogy ugye itt most elhangzott, hogy 40 mérföldön belül van egy boly, az hogy képzeljük el, ez látják egymást, nem látják egymást, most nem a radarképről, hanem tényleg valóban vizuálisan, tehát valóban mennyire szoros ez a 40 mérföldes zóna, amin belül van néhány hajó? 40 mérföld az nagyon kicsi távolság, egy komolyabb tempó esetén ez 2 óra. Tehát gyakorlatilag simán látótávolság, főleg jó látási viszonyok közt, éjszaka már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, de látják egymást IS jeladókon keresztül is, folyamatosan kapják a versenyközpontból ugye egymásról az adatokat, hogy ki hol tart, tehát folyamatosan szemmel tartják egymást. Volt például, hogy egymást két hajó lekeresztezte úgy, hogy drónt feleresztettek, és gyakorlatilag egy képbe belefért a két hajó. Tehát integettek egymásnak, rádióznak egymással, e-mailt váltanak egymással, tehát ott ez a boly, aki együtt mozog, ez gyakorlatilag napi kontaktharcban van egymással, és gyakorlatilag beszélnek is egymással, tudnak egymásról, ha kell vigyázni is, tudnak egymásra, és hát egymást inspirálják, igazából ez nagyon sokat segít. És mennyire éles a verseny? Tehát itt gondolok arra, hogy te is mondtad, hogy ha kell vigyáznak egymásra. Itt azért azt gondolom, hogy alapvetően az a cél, hogy minden képségben megérkezzen. Tehát gondolom, azért alapvetően a verseny az másodlagos. Tehát ez egy csapat, ez egy család, vagy van ennyire éles? Vagy inkább az elején, hogy kell ezt elképzelni? Hát ez elején a profi csapatokból áll, ott senkinek a szájából nem hangzott el, hogy körbe akar menni, ott leginkább azt nyilatkozták le, hogy nyerni akarnak, és pont. Tehát ott, és minden áron? Hát gyakorlatilag igen, ott 100%-ot mennek, ha széthullik a hajó, akkor hazajön repülővel az ember, és a csapat elmegy a hajóért. Úgyhogy ez a forgatókönyv. Akik tőle hátrébb gyakorlatilag helyezkednek el, vagy a régebbi generációs hajók, akik ugye nehezebbek, nem tudják ugyanazt a tempót, meg egész máshol helyezkednek el a biztonsági rátán, gyakorlatilag az életben maradási esélyek sokkal jobbak, mint a többi hajón. Gyakorlatilag ők egymásra is jobban vigyáznak, mindenki körbe akar érni, élve akar körbeérni, a hajót ki vissza akarja hozni. Tehát ott nem egy ilyen egyversenyes ilyen élethalál harc van, de például volt, aki középmezőnyben elaludta az ébresztő óráját, lerefelve kis vitorlázattal kiszaladt a szélből, és gyakorlatilag azonnal a helyeket bukott. Tehát annyira szoros, hogy elég bealudni egy ébresztő órát, és azonnal elmennek mellette.
És én azért ezt kiegészíteném azzal, hogy persze versenyeznek egymással, de tehát több kiadáson kiderült már, hogy azért ezek a versenyzők pontosan tudják, hogy a déli óceánokon csak egymásra számíthatnak, és abban a pillanatban, amikor kialakul egy vészhelyzet, ahova se helikopter, se repülő nem ér ki, se a valamelyik haditengerészet, akkor egymásra számíthatnak csak. Tehát ők nem, tehát például a 2008-as versenyen a harmadik helyen levő mentette a második helyen levőt, akinek letört a tőkesúlya, odament, ott körözött, megvárta, a chilei haditengerészet nem tudott segíteni. Ő megvárta azt az optimális pillanatot, amikor tudott segíteni, kivette a második helyzetet a hajóból, fölvette a fedélzetre, közben kidőlt az ő árbóca, mert összeütközött a felborult hajó, meg az ő hajója, nem ott rögtön, de két nappal később a sérülés miatt kidőlt. Fel kellett adni a harmadik helyét, és fel nem merült, hogy ő ne menjen oda, hiszen ez egy kötelező, a másik pedig, hogy itt azért ugyanúgy, hogy mi versenyzünk egymással adott versenyeken, itt kérdés nincsen, hogy az ember élet az első. Tehát akkor ez azért nagyon-nagyon komoly bajtársiasság van, és fantasztikus komoly verseny van egyidejűleg. Lehet látni, hogy lekövetik egymást. Tehát minden szinten, tehát minden csoportban, amikor egymás ellen versenyeznek, akkor lehet látni a nyomvonalakon, hogy reagálnak a másik a lépésére azonnal. Tehát ha valaki egy új takkot választ, akkor az ellenfele értékeli, és akkor utána megy, vagy nem megy, utána eldönti. De nem nagyon nem szabad kószálásban vitorláznak itt, hanem szorosan fogják egymást 3 hónapon keresztül. Ugye most jelen pillanatban a 14., 15., 16., 17. hely, ugye így változik gyakorlatilag Nándi pozíciója egyik napról a másikra, vagy akár óráról órára. Hova kell ezt elhelyezni értékét tekintve? Ugye ez Magyarországon nagyon fontos, hiszen nem minden esetben elég nekünk magyaroknak, hogy valaki ott van. Hova tudjuk ezt elhelyezni? Mekkora dolog ez? Hogy... Én nagyon jónak tartom ezt a 14, 15, 16 nagyon jó helynek tartom. Olyan hajóval megy együtt, ami az előző versenyen a harmadik lett. Jó, most van egy generációváltás, de olyanokkal megy együtt, akik az előző vendéglóbon harmadiknak be tudott futni. És ezzel a... Azzal a hajóval, tehát ezeket gazdát cserélnek, módosítják, ott is szerelnek, átépítenek, de ez volt az egy régebbi hajó, és köztük megy. És a Lajost említetted, hogy ugye Nándi képbe volt, hogy áll a hajó, ő hogy áll, meg a céljaival. Mi Nándi célja? Van neki ilyen pozícióbeli, vagy kiket kell megverni, vagy ő tényleg most élvezni akar, és körbekerülni, és megcsinálni? Deklaráltan ugye az első cél, hogy ő körbe akar menni ezen a versenyen, tehát ő nem szeretné ezt félig megcsinálni, hanem teljesen ezt úgy gondolom, hogy egyértelmű cél, hogy az befektetett munka arról szól, hogy ő szeretné a vendéglóbot sikeresen teljesíteni. Elkerülhetetlen a technikai kockázat, tehát látszik a kiesett hajókból, a 4 kiesett hajóból 3 az ismeretlen eredetű úszótárgyal ütközve esett ki. Tehát nem azért esett ki, mert a hajó rosszul volt felkészítve, és a Nándi életlenül ilyen helyzetbe keverednek, akkor ő se tudja elkerülni, hogy adott esetben valamilyen hajósérülést szenvedjen. Volt itt már minden. Volt olyan versenyzőknek, a kormány rendszere ugrott ki kompletten, és 4 órára le kellett állni, hogy összeszerelje, és tovább tudott haladni. Volt olyan, aki a tőkesúlyával ötközött, és úgy sérült meg a tőkesúly, hogy Fokvárosba ki kellett kötnie. Kívánjuk neki, hogy ne találkozzon ilyen objektummal, a hajó fel van készítve. És nagyon jó célja van, nagyon ambiciózus jó célja van, amihez jó sebességgel haladnak. Reméljük, hogy több ilyen magas nyomásban nem ragadnak ennyire bele. Ő azt mondta, hogy 90 napot céloz meg. Én azt gondolom, hogy ha 100 napon belül jön be, az mindenképpen olyan vitorlás teljesítmény, ami fantasztikus. És azért, hogy hogyan értékelik ezt azok, akik ennek a közelében vannak, hogy vissza kell térnünk egy pillanatra Franciaországba a partra, amikor az Andrással ott kötelet építünk, és megjelenik egy bácsi, aki az első, vagy a Budapest idején segítő volt, és kinyitja a hátizsákot, és előhozja a Budapest zászlaját a magyar lobogóval, és a Budapest kabátjába jön oda, és még most is 86 évesen, vagy 80 fölötti életkorban még egy tálca sütemény jelenik meg, mert a Nándinak ő az őrző angyala, ha úgy tetszik, 96 óta. És ezért megjelenik ott, és segít, és nem kérdés, és büszke, hogyha fölléphet a hajóra, és ott egy fénykép készülhet óriási vele. Óriási rajongó.
Nagyon sok mindenről beszélhetnénk még, csak a műsorunknak mindjárt vége, meg nektek menni kell tovább. Engem még az érdekelne, és azt hiszem, hogy fogtok még ide jönni hozzánk a következő két hónapban, és értékeljük majd a történteket. Mi az, ami a legnehezebb, hol lesz a legnehezebb, mi az, amikor azt mondhatjuk majd, hogy ha ezen a Nándi túl van, akkor túl van a nehezén és a nagyján. Lehet-e egyáltalán ilyet mondani? Hol fog? Nagyon messze van. Oda nagyjából mikor érhetnek el? Hát az egy másfél hónap. Tehát akkor még azért van? Van. Van nagyon sok. Egy. Hát ugye attól függ a déli óceánokon, hogy tud haladni. Most időt nem lehet tippelni, mert tényleg attól függ, milyen idő van, hogy fúj a szél. De a holdfok az a pont, amikor kilép a rossz időből, a nehéz körülményből, a hidegből, és már megindul felfelé, az egyenlítő felé. A célegyenesben. Az a célegyenes. Viszonylag hosszú célegyenes. De addig kemény, addig, amit mondott is a Lajos, hogy ott nem nagyon mentenek, nem tudnak, ott nagyon kemény időjárások tudnak kialakulni. De akkor most leszögezhetjük, hogy most akkor nagyjából minden rendben van Nándi körül. Abszolút, nem. Igen. Biztosan minden rendben akkor van. Ezt tanúsíthatom, mert semmiféle problémája nincs. Reméljük, hogy ez így is marad. És ahogy említettem, bízom benne, hogy találkozunk még a következő két hónapban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hát további jó munkát. Köszönjük szépen. Önök pedig maradjanak velünk, és ahogy mondtam, majd nyilvánvalóan fogunk még találkozni és beszélgetni arról, hogy Fanándor éppen hol jár, merre tart, és hát innét is jó szelet kívánunk neki. Viszontlátásra!